igazából én nem szeretem a gyöngyvirágillatot. Orba kívánkozó, szájba csókolós illat. Sziasztok! Azt gondoltam, hogy most megmutatnám egy-két kedvenc parfümömet, amiket az elmúlt időszakban, az elmúlt néhány évben használtam és használok. Kezdem ezzel, hogy a Terry Mugler Angel nevű parfümje, ez sokáig a védjegyem volt. Körülbelül 20 éve át használtam ezt a parfümöt. Nagyon nagy sikerrel, mindenki imádta, és jellegzetesen hozzám kötötte, mert ennek van egy olyan különleges aromája, egyébként hozzátartozik a dologhoz, hogy azt vettem észre, hogy minden bőrön egy picit más ez az illat. Lehet, hogy a többi parfümmel is így van, ezt nem tudom, de én ennél megfigyeltem, és mások is mondták, és állítólag az én bőrömmel annyira összepasszol, hogy olyan jellegzetesen meg tudták mondani azt is, ha valamerre éppen ellippentem percekkel korábban, mert annyira én voltam ez az illat. Nagyon-nagyon nehéz volt alternatívát találnom, igazából csak az történt, hogy meguntam. Meguntam, és mivel szeretem az újdonságokat, szeretek próbálgatni dolgokat, ezért mindenképpen egy új illatot szerettem volna bevetni magamon, ami nagyon-nagyon nehezen sikerült, és nagyon sokáig keresgéltem. Alternatíva volt sokáig, amit szintén nagyon imádok, Valentinónak ez az Aqua nevű illata. Ja, bocsi. És ezt most ki is bontom nektek, mert ezt még nem használtam. Illetve az előző üveget elhasználtam, és ezt pedig még nem mondottam ki. De ez az illat, ez fantasztikus, olyan egyedi, olyan... Én egyébként kimondottan az édesebb, púderesebb, de egy picit fűszeres, különleges illatokat szeretem. Ez nekem nagyon-nagyon különleges, de nem annyira, hogy erre lecserélhetném az Angel-t, ami 20 éven át kitartott. 20 éven át. Úgyhogy ideig, óráig tökéletesen megfelelt a célnak, de nem örökre. Utána következett az én másik nagy kedvencem. Guerlain Mon parfümje. Egyébként ez, ha mondhatok ilyet, a Valentinónál még kellemesebb, még egyedibb illat. Ez is egy friss doboz, ezt sem használtam, az előzője elfogyott, vettem egy másikat, de nem jutottam el odáig, hogy ezt az új dobozt elkezdjem használni, majd kiderül, hogy miért. Szóval ez is még egy állati jó alternatíva, de még mindig nem az igazi. Ideig, óráig tökéletes volt, de szintén nem örökre. További parfümök, az örök kedvenc, ami a Coco Chanel örök kedvenc parfümöm, ez a Coco Chanel parfüm, és az az igazság, hogy ő az én elegáns parfümöm, hogyha elegánsan öltözöm föl, elegáns helyre megyek, akkor csak is ő jöhet szóba. Még, amit szintén elegáns, de inkább egy sportosabb, friss parfümnek tartok, az pedig a Hermès parfümje. Ezt a parfümöt különösen szeretem, pedig nem áll hozzám közel, mert nem is édeskés, nem is púderes, viszont egy kicsit fanyar, kicsit fűszeres, mert azt szeretem, de inkább egy fanyar illat, ami
Szintén egy nagyon-nagyon elegáns, de inkább könnyedebb, sportosabb eseményekhez vagy megjelenéshez használok. Két másik illat. Az egyik az egy kakukk tojás meglepetés illat. Az az igazság, hogy ezt kaptam ajándékba Moschino-nak, ezt a parfümjét, és fogalmam sincs, hogy ez milyen illat. Látjátok, ez még ráadásul originálban van, kisebb bontottam. Biztos, hogy ez is egy fincsi illat. De még nem jutottam el odáig, hogy ki is bontsam. Másik kedvenc, szintén az elegáns kategóriában, az pedig egy Boss parfüm. Na, mutatod vagy nem mutatod? Na, szóval egy Boss parfüm, ami egy picit a... Hát látjátok, még ezt sem használtam egyébként, teljesen itt van, a lányra nincs rajta, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon finom illat, attól különbözik a Hermésztől, abban különbözik a Hermésztől. Ez egy hasonlóan könnyedett, hasonlóan friss, de elegánsan fűszeres és fanyar, egy kis édeskés, virágillatos beütéssel. Egy pici gyöngyvirágot érzek benne, és igazából én nem szeretem a gyöngyvirágillatot, úgyhogy ő szegénykém még sosem volt használva, pedig egy csodálatos, ismert parfüm. Most pedig következik az a parfüm, aminek az elmúlt időszakban legalább egy évben sikerült leváltania az én drága Angelömet. És ez a parfüm, ez nem más, ez egy szerelem volt első látásra és első szaglásra. Egyszerűen olyan illat, mint amit akkor éreztem, amikor az Angel-lel találkoztam először, hogy nem tudtam tőle többet szabadulni, és tudtam, hogy ő az igazi. És ez az illat, ez pedig az Yves Saint Laurent-nak. Yves Saint Laurent-nak a parfümje. Látszik? Ez, gyerekek, ez a megtestesült különlegesség. A kellemesen édes, nagyon-nagyon pici fanyarság, de egy olyan mély illat, egy olyan megfogalmazhatatlan, orba és testre mászó, felejthetetlen, orba kívánkozó, szájba csókolós illat, hogy ezt azt hiszem méltán nevezhetem az én Angelöm utódjának. Egyszerűen ezt imádom. Imádom. Ez az illat az Angel után. És elmondhatom, hogy azt szeretem még az Yves Saint Laurent-ban, hogy egy tartós illat reggel befújom magam, és este is érezni. Intenzíven. Visszatérve az Angelhez, amit elfelejtettem mondani vele kapcsolatban, az, hogy amellett, hogy egy egyedi illatot kaptam általa, annyira elégedett voltam vele, mert ez egy olyan stabil, olyan erős, olyan illat, amivel befújom magam, és még két nap múlva is érezni. Nem kicsit. Tehát egyszerűen hihetetlen. Én nem is találkoztam még soha ennyire tartós parfümmel, úgyhogy ezért is vált nagy kedvencé, mert sokáig
jó egy üveg, mert iszonyatosan tartós, iszonyatosan intenzív illat, míg ezt eddig semmi másról nem mondhattam el. Most már elmondhatom az Yves Saint Laurent-ról is, hogy ő is egy gyönyörűen tartós illat. Két napig nem bírja ki, de a nap folyamán, és még másnap is érezni, ha magamra fújom. Úgyhogy nagy becsben tartom. Moschino-ról majd beszámolok, hogyha kibontottam. Egyelőre most őket tudom felsorakoztatni. Köszönöm a figyelmeteket. További szép napot mindenkinek. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!